Dunántúlon születtem Vas megyébe, és mindig szerelmese voltam a dunántúli tájnak, és valahogy úgy adódott az életembe, hogy, hogy mint műemlékes, a Balaton felvidéken adódott nagyon-nagyon sok munkám, és azt mondja, hogy 89-ben volt az úgynevezett forradalom itt Erdélyben, nekünk anyai ágról voltak nagyon távoli erdélyi rokonjaink, minden évben szüleim ide kiküldtek engem Kolozsvárra, és hát Kolozsvár meg a Kalotaszeg, amikor már hát úgy látszott, hogy építész leszek, jártam a kalotaszegi falvakat, rajzoltam, fényképeztem meg egyemek, és akkor ismerkedtem én meg a székelyföldiekkel, megismertem Zakariás Attilát, aki ugyanazt csinálta itt Székelyföldön a barátaival, mint én a Balaton felvidéken. Én egyetemista koromban táncszalzenész voltam, és viszont mégis építész hallgatóként kezdtem egy kicsit hátrányba kerülni a táncszalzasok a szememet, azok mind profik voltak, általában a konziból jöttek ki, de én azért lelkesen csináltam, de előre kellett nézni, mi a következő lépés, mert csak nem akartam zenész maradni, hát az ember komolyan neki fog építészetet tanulni, akkor elkezdtem abba az irányba mozogni, és hát nagyon könnyen ment a zenétből a népépítészet, mert hát mind a kettő a teljesen nagy ökereknél volt, és én még 70-es években ezeket láttam, tehát láttam, hallottam, jártam gyűjteni Kalusnak a zunszolására Moldovába, és kobzot gyűjtöttem, hangszeres zenét, és amit Kalus már nem tudott összeszedni, én felvettem, feladtam neki a szalagokat, és akkor láttam megdöbbenve, milyen házak vannak még, tehát olyan ősi, középkori sárházak, amit nem is gondoltam, hogy létezik még. És így rácsodálkozva is. Utána Gyimesbe szénát gyűjtöttünk feleségemnek a rokonságánál, és itt láttam vízimalmot, ami őrült. És hát akkor visszajöttünk az asszonnyal, és egy motorkával bejártuk az egész vidéket, hát 19 vízimalmot találtunk, ami működött, és én akkor elkezdtem azokat rajzolni és fényképezni, és egyszerűen csak úgy ámulatomba. És akkor ezeket megmutattam Kolozsváron, dr. Kocskárolyhoz jártam be többször a múzeumba, ő néprajzos, ő kimondta, népi építészettel foglalkozik, és ő megnézte, hogy hát fiú, hát ez nagyon jó dolog, amit csinálsz. És kérdeztem tőle, hogy hol van fehér folt Erdélyben, hogy akkor menjek oda gyűjteni. És azt mondja, hogy hova való sivagy? Mondom, Paróti. Hát akkor menj haza. Kezdjed ott. Erdővidék teljes fehér folt, és ott jóformán semmi érdemes nem történt, és rengeteg jó anyag van. Legszebb Gyimes, ahol magyarok élnek, hogy az fantasztikus. És olyan eszméletlen pekünk volt, hogy mondjuk ezt az összes néprajzkutató is el tudja mondani, hogy Csíkszipvízig tudtunk eljutni, és akkor én már ismertem azokat, és mondtam, én Gyimesbe akarok elmenni, mert ott még sose voltam, és rögtön 90 nyarán megindultunk ide Gyimesbe, akkor kaptam egy nagyon elegánsan hangzó Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjat 3 évre, hogy ilyen gyimesi falukutatást végezünk, és persze akkor Zakariás Attilát ebbe belevontam, és ketten csináltam, de a feleségeink is segítettek egyébként ebben a munkában, ami hát életem egyik legcsodálatosabb élmény, és akkor menet közben jutott eszünkbe, hogy nem csak fényképezni kell a házakon, meg nem csak felmérni, hanem megőrizni is, és így jött ennek a magánkezdeményezésű falumúzeumnak a gondolata, ahol ma már én úgy tudom, hogy 18 ház van. Sepsiszentgyörgyre kerültem egyetem után, arra már a táncház úgy nagyjából lecsengett, csak nagyon ritkán nyúltunk hangszerhez, mert a zenekar szétszélett, máshova került. És én a tervezőintézetben ott szembesültem a kemény jelennel, hogy tömbházakot kell tervezni, és mindenféle marhaságot, amit a kommunizmus kitalált. Hát nem nagyon tetszett ez nekem, de nem volt más alternatíva, és közben szabad időmben rajzolgattam tovább a népi építészetet, de hát
Viszont jött egy csoda. Ceausescu bedobta a nagy programját, hogy lebontani a falvakat, tömbházakba rakni a parasztságot, csak akkor felszántani mindent, ami maradt, mennyi szántóföld lesz, mekkora termés, jaj, be jó. Ezt, erre volt egy pár értelmes bukaresti vezetőpozícióban lévő építész, és ezt kihasználva kitaláltak egy ilyen országos programot, hogy az egész országban minden megyébe legyen egy népi építészeti felmérés, egy jó anyag, és azután majd abból lehet tervezni az új gyönyörű, szép tömbházakot, amiben a parasztság fog lakni. És akkor mértünk, és rajzoltunk, és rengeteg anyagot összeszedtünk. Szerencsére ment tovább az egész 2-3 évig, szinte négy évig, és akkor a Harghita megyét is le kellett rajzolni. A Vászna megyét az már egyszer megvolt, és utána a Maros megyét. Egyszer csak megjött a forradalom és a demokrácia, szóval változott a helyzet, és akkor hát Gyimes az egy olyan hely volt, ahova bármikor szívesen jöttünk, és Szűcs Bandi és Kis Ervin barátom egyszer megjelent, már szabadott jönni, már nem vadásznak őket a határon, és kijöttünk ide Gyimesbe egy hetet, hogy nézelődjünk. Hát gyönyörű hely, hát ők is nagyon szerettek ide járni, most már tényleg 90-et írtunk, akkor minden szabadott. És akkor néztük, és hát akkor eldöntöttük szinte, hogy hát annyi jó ház van, és annyi le akarnak bontani, és hát vegyünk mi is valamit. A Balaton felvidéki házak, azok általában egy agyaghabasban rakott 60-70 cm vastag falak, tehát azokat most vagy ott megőrzöd a helyszínen, vagy ha nem, akkor meg elpusztulnak. Itt viszont az volt, hogy ezek boronaházak, tehát ezeket nem csak, ahogy mi nagyképpen műemlékesek mondjuk in situ a helyen megőrizni, hanem nagyon könnyen szét lehetett szedni. Fogtuk, megszámoztuk a boronákat, és mit tudom, egy-két nap alatt el tudtuk intézni, fogadtunk két szekeret, szétszedtük a boronaházat, és áthoztuk ide. Felmértem a házat, és egy gyönyörű, szép kis kaibának hívták, egy hegyi szállás volt. És kérdeztem, hogy honnan, mondták, hogy kaiba volt, és meghalt először az asszony, és megmaradt a nagypapa egyedül, és őt pedig szétszették a kaibát, és lehozták a házba, mert ugye nem tudott magának sütni, főzni, és akkor mégis ott a gyerekekkel egy udvarban lakott, és akkor kérdeztem, hogy mi lesz ennek a saját, hát a tatáci az két vagy három hete halt meg, és mondom, mi lesz a háznak a sorsa? Hát, hogy disznópajta lesz belőle, a disznópajta, az a disznóól. És mondom, és hogyha én azt mondanám, hogy én annyi fát veszek, vagy fizetek, amennyire egy disznópajtát meg lehet, és az akkor, higgyétek el, az akkor még nem euró volt, hanem német márka, 10 000 forintot fizettem érte. És másnap fogadtam a szekeret, megszámoztuk a boronákat, és áthoztuk ide, szóval akkor ezt még így lehetett csinálni. Az egyik a népi építészetnek az egyik megmentési formája, hogy az összedőlendő házakot átépítve vagy renoválva, ezt mi áthoztuk, mert itt Gyimesben ez volt a gyakorlat, hogy a boronaházakot költöztették. Tehát kiválasztottunk egy szép helyet, és szép házakot hoztunk ide. Hát most már azért az egész telepen van vagy 10 ház, melléképületek vannak, amit ide telepítettünk, nyári konyha, sütőház, ilyesmik. Hát minden legyen nekünk ilyen hétvégi házunk. És akkor berendeztük magunknak, de úgy a régi bútorokkal, amit megint úgy fejleltünk, és Szűcs Bandi barátom nagyon, nagyon régi ilyen gyűjtő, és hát mi is azért könnyen azért tudtunk válni, hogy és így szedtük össze a régi bútorokat, és azzal rendeztük be, ronyszőnyeg, minden is, persze normálisan úgy állítottuk vissza az, ahogy volt. Na most el van dugva egy kicsi fürdőszobacska a kamrába, ilyesmi, ez a mai követelmény, és van benne áram, és van még vezetékes vizet is becsempésztünk aztán. Ez szerintem nem akkora bűn, ez használható ház, és tényleg azért van, hogy múzeum is legyen, de mégsem olyan, hogy nem cipőt lehúzni, és csak papucsba szabad belépni, és mojszak kell legyen. Tehát ez élhető, lakható ház. Erre fel csináltunk egy alapítványt is.
aminek a neve Malom Alapítvány, és ez a célja, hogy a népi építészetnek a gyűjtése, az átmentése, a feldolgozása. Itt azt elérni, hogy egy csángó megőrizze a saját nagyapjának házát, és ne disznópajta legyen belőle, azt azért nagyon nehéz volt elérni, de én úgy érzem, hogy most itt 25 év után, hogy szóval jó példát mutatunk, egy-két házat, igenis az itteniek is megmentenek, ezeket a házakat lehetne ma is használni, lehet. Ugyanúgy, mint a Balaton felvidéki házakat, hogy itt is lehet korszerű fűtést csinálni, szaunát csinálni, rendes konyhát, rendes fürdőzát, meleg vízzel, hogy igenis a Balaton felvidéket és Gyimest is lehet 21. század korszerűségével úgy használni, hogy azért hagyományőrző is legyen a dolog.